a második felvonással kezdtünk, mert tegnap csak az elsőt tudtuk befejezni, és ilyen félig jelmezben próbáljunk, ugyanis fodrászunk meg sminkesünk az még nincs, de elvileg holnap ők is megérkeznek, úgyhogy öltözünk részlegesen, és hát holnap majd a fő próbán lesz haj, smink, de a portosok meg az öltözteték azok mind dolgoznak, hogy így szépen lassan így részletről részletre felépüljön gyakorlatilag az előadás. Van egy ilyen szolid flitterrel kivart fűzőm, amihez tartozik egy ilyen macska jelmez. Van egy lila ruhám, amihez van egy ilyen kis bugyi is, mert a csúszdán, amikor lecsúszok, akkor ott rendszerint felakad a szoknyám. És hát van az elengedhetetlen sztepcipőm, amitten kopog, és már kicsit széttáncoltam. Itt most nem látjátok, hogy én hol megyek fel, mert én hátul egy lépcsőn fogok felmenni. Ez gyakorlatilag ez lesz majd a színpad frontja, hogyha visszafordulunk a nézőtér felé, és ott van az én kis megjelenési pontom, és onnan kell szépen lesétálnom ezen a repülőlépcsőn, és előre menni, és ott káprázatosan énekelni és táncolni. Ilyenkor van alkalom mondjuk olyan kollégákkal beszélgetni, akikkel évközben csak ritkán tudunk. Ott ültem az előbb egy kollégával, beszélgettünk, és nagyon régi jó barátok vagyunk, és egyszerűen ritkán van erre lehetőségünk. De szerintem lebuktam, hogy én ott vadul kézi munkáztam, éppen horgoltam. Úgyhogy igen, én nagyon szeretek ilyenkor valami aktív módon várni a soromra. Alapvetően azt hiszem, hogy ez ilyen csapatépítő is egy picikét egy ilyen turné. Szeged meg ennek nagyon jó táptalaja, rengeteg jó hely van, ahova eljárunk külön-külön is, de akár itt csapatostul is. Tehát igen, itt jó, itt jó. A második felvonással végeztünk, azzal kezdtünk 7:30-kor, és most megcsináljuk az elsőből, ameddig jutunk, ugye éjfélig van kiírva a próba, addig van lehetőség, meglátjuk. Szerintem végzünk vele, mert tegnap az elsőt már elpróbáltuk. A második felvonás elejét, amikor van egy fontos színpadi öltözésem, azt jelmezbe csináltam, mert az fontos volt abból a szempontból, hogy itt azért nagyobbak a terek, tehát hogy honnan, hogy jutok el, és mennyi az időm. De ez a rész már ilyen jelmez szempontból már nem annyira fontos. Majd holnap öltözés lesz. De általában ilyenkor az van, hogy azért nézzük így oldalról az előadást, az ilyen rejtett zugokból a többieket. Egyszerűen csak lelkileg ott van az ember, tehát hogy nem jön ki úgy, hogy most valami teljesen másba kezdjen, hogyha van 10 perce, hanem úgy ott van a forgásban. Óriási színpad. Nagyobb gesztusok kellenek mindenképpen. Ugye nagyobbak a távolságok, nagyobbakat kell futni, mondjuk úgy, és egy picit jobban kell figyelni a térelosztásra, tehát hogy tényleg akik oldalt ülnek, ők is jól lássanak mindent, de a színpadon föl vannak festve ilyen bizonyos jelek, amiken kijebb mondjuk ne menjünk, és akkor meg a rendezők is ugye most arra is figyelnek, hogy ahhoz képest, ami a közszínházban van, most milyen helyzetek azok, amik mindenki számára láthatók, és közben mi is helyzetben maradunk tőle. Hát egy rögtönzött öltözőben vagyunk, itt zajlanak a gyors öltözések, az ember kiszalad, ugye messze van az öltöző, nagyon hosszú idő lenne, hogy az ember beszaladjon és ott öltöztessék, úgyhogy éppen ahogy kijövünk jelenetből, akkor mindenki, a Máté is itt öltözik, ez például a Marának a kalapja, tehát hogy itt vannak, sorakoznak azok a ruhák. Jé, találtam egy újat, ez pedig a filmforgatáshoz a rokokó ruha, a rokokó ingel és a mellénnyel. Tehát hogy itt zajlanak a gyors öltözések, az ember kiszalad, gyorsan ráadják a ruhát és nyomás vissza a jelenetbe. Rengeteget kell benne steppelni, ugye meg kellett tanulni steppelni. Na most tanulni lehetünk egy változásnak, ahol kijönnek ezek a takarások, tehát így megy közben, a Mátét öltöztetik a háttérbe, mindenki rohan és koncentrál, hogy minden a helyére kerüljön.